Azt, hogy közeleg a labdarúgó szezon kezdete, nem csak az jelzi, hogy a csapatok sorra játsszák a felkészülési meccseket, hanem az is, hogy napvilágot látnak a különböző osztályok sorsolásai. Az országban elsőként Szabolcs-Szatmár Bereg megyében került fel valamennyi osztály őszi programja világhálóra, és csütörtök délután a Magyar Kupa megyei selejtezőjének sorsolását is lebonyolították az MLS megyei igazgatóságának irodájában. A sorozatra 20 együttes nevezett. Egyetlen egy megye van csak az országban, ahol több csapat adta be a nevezését. A legtöbb megyében csak azok indultak, akiknek kötelező, hiszen a megyei első osztályú felnőtt csapatoknak kötelezően indul a Magyar Kupába. Nálunk viszont volt 4 olyan megyekettes is, aki bevállalta ezt az indulást, úgyhogy ennek mindenféleképpen örülünk. A megyekettőből is azok az élcsapatok jelentkeznek, akik úgy gondolják, hogy van esélyük feljutni egyébként az országos főtáblára. A kisebb játékerőt képviselő csapatok viszont tudják, hogy hol foglalnak helyet a megyei labdarúgásban, és talán ezért nem próbálkoznak meg a kupával, hanem inkább ezekbe az időpontokba felkészülési mérkőzést játszanak, hiszen valljuk meg őszintén, a Magyar Kupa azért anyagilag nagy terhet ró az egyesületekre, és igazából csak azoknak éri meg, akik az országos főtáblára feljutnak. Az első fordulót augusztus 2. hétvégéjén, a második kört egy héttel később rendezik meg. A 3 országos főtáblára kerülő csapat kilétére szeptember 2-án derül fény. A 20 csapatból 4 csapatot ki kellett emelni ahhoz, hogy a vége jól jöjjön ki, hogy valahol elérjünk egy 6 fordulós, illetve 6 meccses fordulóhoz, amiből majd a 3 legjobb kerül ki győztesen. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a 20 csapatot végig sorsoltuk, és első csapat a második alkalommal kihúzott ellen, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, stb. És az utolsó, negyedik csapat lett kiemelve. Úgyhogy nem tettünk osztálykülönbséget, hanem sorsolás alapján a végére maradt 4 csapat lett kiemelve, és ők a második körben kapcsolódnak majd be a kupába. Az alacsonyabb osztályú csapat mindig a pályaválasztó, és a továbbjutást egy mérkőzésen kell eldönteni. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, egyből 11-es rugásokkal folytatódik a mérkőzés, mindaddig, míg tovább nem jut valamelyik csapat. Az első forduló párosítása a következő: Nyírmegyes Kemecse, Fehérgyarmat Máté Szalka, Nyírbátor Nyírgyulaj, Rakamaz Vásárosnami, Baktaló Rendháza Nagyecsed, Csenger Ibrány, Gyulaháza Tarpa és Újfehértó Balkány. A 4 kiemelt együttes Vámosoroszi Mándok és Vaja Nagyhalász párosításban lép pályára a második fordulóban.